Együttműködés van, hivatalos összefogás azonban még nincs az ellenzéki pártok, illetve mozgalmak között Zuglóban. A megállapodás aláírásáról szóló hírt cáfolta Kónya Péter, a Szolidaritás Mozgalom társelnöke is. Az igaz, hogy az MSZP, az Együtt 2014 és a Demokratikus Koalíció helyi képviselői nem értenek egyet a zuglói polgármester döntéseivel, de a kerület aktivistájának nem volt felhatalmazása az együttműködési megállapodás aláírására. Ez egy félreértésen alapult, mondta Kónya Péter az ATV kérdésére. Fekete Judit, aki tegnap az Együtt 2014 nevében aláírta ezt a bizonyos megállapodást, még nem sejtette, hogy ebből ügy lesz, pedig ő jót akart. Ha már az ellenzéket a kerület ügyei így összehozták, akkor miért ne tehetnék ezt az összefogást hivatalossá? Ráadásul a Szolidaritás aktivistája még Kónya Péterrel is beszélt a piaci megmozdulás előtt. A héten kaptam egy olyan felkérést a helyi csoportunk részéről, hogy szombaton lesz egy közös kitelepülés az MSZDK és a Szolidaritás képviselői között a zuglói piacon, ahol egy közös molinó alatt akarnak tiltakozni. Arra nem volt felhatalmazás a Fekete Juditnak, hiszen nem is tagja az Együtt 2014 pártnak, hogy ő ott bármiféle együttműködési megállapodást írjon alá. Az egész egy félreértésen alapul. Mára kiderült, Fekete Judit valóban azt hitte, hogy az aláírásról nem kell másokkal egyeztetnie. Nem hiszem, hogy ez engedélyeztetési alap lenne, tájékoztatjuk egymást mindenről természetesen. Más kerületek is, ugye ahol már működik együttműködés, ők is tájékoztatnak minket, hogy hogyan csinálják, miként csinálják, milyen helyi dolgok azok, amikkel tudunk közösen tenni valamit, mi az, amit mi önállóan szeretnénk fölvállalni. Fekete Judit ma már nem akart beszélni az aláírásról, csak annyit mondott, hogy ez az ő belső ügyük. Kónya Péter szerint azonban a történetnek vannak tanulságai. A tegnapi nap mindenképpen arról szólt, hogy elindult egy sokkal szorosabb együttműködés az ellenzéki erők között, azonban arra figyelni kell, hogy szervezetszerűen kell működni. Az tarthatatlan, hogy valaki bármiféle felhatalmazás nélkül megállapodásokat kössenek, hiszen ezeknek jogi következménye is lehetnek. Nyilvánvaló, hogy a vezetőknek vállalni kell minden a felelősséget, ehhez testületi döntésekre van szükség. Kónya Péter a vele készített mai interjú időpontjáig még nem tudott beszélni az esetről Fekete Judittal.